Köszöntöm Önöket, a Pannon Televízió híradóját látják, ma március 10-e, Ildikó napja van. 1979 éve 78 éves korában meghalt Tiberius Claudius Nero, római császár. 140 évvel ezelőtt Alexander Graham Bell lefolytatta a legelső telefonbeszélgetést. 355 éve Mazarin halála után 14. Lajos a napkirály személyesen vette át Franciaország kormányzását. A Pannon Rádió pedig ma ünnepli 8. születésnapját. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Az áradások miatt az egész ország területére kihirdetheti a rendkívüli helyzetet a szerbiai kormány. Az idén a tavainál is kevesebb magyar elsősre lehet számítani Vajdaságban. Lezárult Magyarország Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség soros elnöksége. A koratavaszi allergén növények virágpora már megjelent a levegőben. Percről percre fokozódik az árvészhelyzet az országban. Ha estig folytatódik az esőzés Szerbiában, megteremtődnek a feltételek, hogy az egész ország területére kihirdessék a rendkívüli helyzetet. Ezt mondta ma Alekszandar Vučić miniszterelnök. A kormányfő ma meglátogatta az árvíz sújtotta Lucsáni községben lévő Glin falut, szemügyre vette a víz alá került házakat és gazdaságokat. Az árvíz károsultak Európai Uniós forrásokból 1,2 millió eurós kártérítésre számíthatnak, tette hozzá a szerb miniszterelnök. Homokzsákokkal erősítik a töltés falát Csácsakon. A Csemernica folyó áradása miatt a katonaság is a helyszínen dolgozik. Szerbiában nem csak itt, hanem összesen 13 községben van érvényben rendkívüli árvízvédelmi készültség. Eddig legkevesebb 170 embert evakuáltak, és több mint 700 lakóházat öntött el az ár. Az egyik legkritikusabb szakasz a Nyugati és a Nagymorava mentén van. Utóbbi medréből kilépve Paratyin községben elöntötte a Csepurje és a Resavica közötti regionális út egy szakaszát. Arra a sofőrök nem közlekedhetnek. Alekszandar Vučić szerb miniszterelnök csütörtökön személyesen tekintette meg az árvíz sújtotta Glin települést. Pratićemo situaciju na terenu, imaćemo sastanak operativnog štaba i ako bude trebalo u toku dana večeri uvešćemo i vanrednu situaciju za celu zemlju. To znači onda sve raspoložive snage, kompletnu armiju, kompletno sve policijske snage, svi idu na teren da pomognu stanovništvu. Zahvalan sam pre svega vojsci Srbije na tome što su s ovim našim narodom ovde danonoćno i zahvalan našim ljudima što toliko vole vojsku i što to ne kriju ni u ovakvim trenucima koji su, rekao bih, veoma teški za svakog od njih. Alekszandar Vučić azt is hozzátette, hogy az Európai Unió 1,2 millió eurót biztosított az árvízkárok enyhítésére, amelyből 700 ezer eurót az elázott bútorok és berendezések cseréjére fordítanak majd. Ígérete szerint személyesen fogja ellenőrizni, hogy ezt a károsultak valóban megkapják-e. Az előrejelzések szerint Szerbia árvízzel leginkább veszélyeztetett déli területein a következő napokban sem várható javulás. Péntekig a legtöbb helyen újabb 20-30 mm-nyi csapadékot jósolnak, néhány helyen pedig még ettől is több eshet. A távolabbi időjárást illetően szombaton egynapos csapadékszünet várható, de ezt követően vasárnaptól ismét nagy nedvesség tartalmú esőfelhők érkeznek az ország fölé. Vajdaságot egyelőre nem fenyegeti árvízveszély, a helyzet stabil, közölte a tartományi kormány. Bojan Pajtić kiemelte, a napokban várható heves esőzések miatt ez azonban gyorsan változhat, az illetékeseknek készenlétben kell állniuk. Újvidéken mobilgátat helyeztek próbaüzembe, szükség esetén a Vajdaság vizei közvállalat 20 képzett szakembere építi fel. Szerbia területén Vajdaságban van a legkorszerűbb árvízvédelmi rendszer, mondta a tartományi kormány elnöke. Április 1-től kezdődik a tanköteles gyermekek általános iskolába iratása. Az előkészítőkben a gyerekek már lázasan készülnek az iskolakezdésre, számolást és betűelemek írását is tanulják. Azt, hogy hány magyar elsős lesz szeptembertől Vajdaságban, egyelőre nehéz megjósolni. A Szabadkai Merseország óvoda pillangó csoportjából 10 gyerek indul szeptemberben iskolába. Lássuk, várják-e a suli kezdést? Igen! Engi Zsanettnek arról, hogy hogyan is néz majd ki egy nap az iskolában, már konkrét elképzelése van. Tanulunk, aztán eszünk, aztán csöngetnek, kimegyünk szünetbe játszani, aztán csöngetnek, megint bemegyünk, tanulunk. Az előkészítőben számolni tanulnak a gyerekek, füzeteikbe pedig betűelemeket írnak.
a betű elemeket írjuk a nagy kockás füzetbe, ez direkt óvodásoknak való füzet, vonalakat, köröket, különböző, tehát betű elemeket. Azután verseket tanulunk ugye az emlékezőképesség fejlesztésére. Jócsák Róbert otthon is szorgalmasan készül az iskola kezdése, anyukája már olvasni is megtanította. Anyukámmal néha beszoktunk menni a könyvtárba, venni könyvet, és tanultam olvasni, és most nagyon jó megy. Színezd ki, kitől kellett megvédeni a kertet. Karikázd be. Azok a gyerekek, akik idén szeptember 1-ig betöltik a 6,5 évet, tankötelesek. Őket április 1-től kell beíratni az oktatási intézménybe. A dokumentumra je potreben izvod iz matične knjige rođenih, i to nije potreban novi izvod, znači dovoljno je da imaju bilo kakav izvod, i uverenje o lekanskom pregledu deteta, odnosno o revakcinaciji. Idén jóval kevesebb magyar elsősre számítanak a Magyar Nemzeti Tanács illetékesei. Az MNT beiskolázási programjával ezúttal is arra bíztatja a Vajdaságban élő magyar szülőket, hogy gyermekeiket magyar osztályba írassák. A magyar tannyelven tanuló diákok nem csak a magyar kultúrát, történelmet és értékeket tanulják, hanem a szerb történelemmel, kultúrával is megismerkednek, tehát sokkal-sokkal gazdagabb programjuk van. A Magyar Nemzeti Tanácsnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-nek köszönhetően a Szülőföldön Magyarul program keretében évi 55 eurós támogatásban részesülnek az anyanyelvükön tanuló magyar diákok. A szórványban élő családok pedig további 40 eurót kaphatnak idén ősztől. A Rákóczi Szövetség ajándékcsomagot biztosít a magyar osztályba induló kisdiákoknak. Ez a legfontosabb tanszereket tartalmazza. A legtöbb madár van. Most választási híreink következnek. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt két nappal ezelőtt hivatalosan is választási szövetségre lépett a Vajdasági Magyar Szövetséggel és a Magyar Egységpárttal. Jelenleg a támogató aláírások gyűjtése és hitelesítése zajlik, ami az első és nélkülözhetetlen erőpróbája minden pártnak és pártszövetségnek, amely indulni kíván az április 24-i választásokon. Fontos, hogy ezt az akadályt sikerrel és minél gyorsabban teljesítsük. Áll a VMDP közleményében, felszólítják tagságukat és párton kívüli támogatóikat, hogy kézjegyükkel minél nagyobb számban támogassák az aláírásgyűjtési akciót, áll a ma kiadott közleményben, amelyet Csorba Béla, a párt elnöke jegyzett aláírásával. A Vajdasági Magyar Szövetség sajtószolgálata már korábban értesítette a polgárokat, hogy a köztársaság jelölt lista állításához szükséges támogató aláírásokat mely helyszíneken és időpontokban várják a pártok képviselői. Ez a Pannoner TV honlapján is elérhető. Ma és holnap tartja a támogatói aláírások gyűjtését az Igazságos Szabadkáért lista az önkormányzati jelölt listák állításához. A koalíciót az Új Párt, a Demokrata Párt, a Liberális Demokrata Párt és a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége alkotja. A támogatók 3, tehát 15 óra és 20 óra között írhatnak alá a Matko Vukovics utca 8-as szám alatt a Demokrata Párt szabadkai székhelyén. Az önkormányzati választást a köztársaságival és a tartományival együtt április 24-én tartják. A Köztársasági Választási Bizottság kihirdette dr. Vojislav Sesej szerb radikális párt választási listát. A bizottság tegnap ezt még nem tette meg, ugyanis a 250 politikust felvonultató listán az egyik jelölt választó jogáról szóló bizonylat fél évnél régebbi volt. A Köztársasági Választási Bizottság 48 órát adott a hiány pótlására, ami meg is történt. A radikálisok a köztársasági lista 4. helyén szerepelnek majd. Az egyes sorszám a haladóké, a kettes a demokraták köré tömörült koalícióé, míg a hármas a szerb szocialista párté és szövetségeseié. Felgyújtotta az Európai Unió és a NATO zászlóit Vojislav Sesej. A radikális párt vezetője tettét azzal magyarázta, hogy szerinte Szerbia már nem független állam, mivel nemrég együttműködési szerződést kötött a NATO-val. Sesej a zászlókat a belgrádi különleges bíróság épület előtt gyűjtötte fel,
ahova közben megerősített rendőri erők érkeztek. A szerb radikális párt vezetőjének egyébként ma lett volna a meghallgatása Belgrádban a hágai nemzetközi törvényszéknek való kiadatása ügyében, ahol március 31-én születhet elsőfokú ítélet háborús bűnök vádjában. A mai belgrádi meghallgatás végül elmaradt, amire Vojislav Sesely úgy reagált, hogy ő alig várja, hogy végre elmondhassa annak okait, hogy miért is nem fog Hágába menni. Tomislav Nikolić köszönetet mondott Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amiért az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén megvétózta a Srebrenicára vonatkozó indítványt, valamint azt is megakadályozta, hogy Koszovó az UNESCO tagja legyen. A két államfő moszkvai találkozóján az is elhangzott, hogy Szerbia és Oroszország történelmi jó viszonyt tápol, amely Putyin szerint továbbra is pozitív úton halad tovább. A jó együttműködés terén az orosz elnök fontos pontként említette meg Alekszandr Vučić szerb kormányfő korábbi moszkvai látogatását, valamint hozzátette, hogy Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök hamarosan Belgrádba utazik majd. Görögország nagyon nehéz helyzetbe került a német kancellár szerint, mivel Ausztria és a nyugat-balkáni országok egyoldalúan lezárták határaikat a migrációs útvonalon. Az érintett országok attól tartanak, hogy az Európába igyekvők az országhatárokon belül maradnak. Angela Merkel szerint, amennyiben nem sikerült Törökországgal megegyezni a menekültek elosztásán, akkor olyan megoldást kell találni, amely mind a 28 tagországnak megfelel. Annak ellenére, hogy a hétfői rendkívüli uniós csúcson nem született végső megállapodása a migrációs válság megoldását illetően, a nyugat-balkáni útvonalon fekvő országok lezárták a migrációs útvonalat. Szlovénia döntése miszerint csak azokat a migránsokat engedi területére, akik érvényes útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy az országban folyamodnak menedékjogért olyan dominó effektust váltott ki, amely gyakorlatilag ellehetetlenítette a Nyugat-Európába igyekvők belépését. Szerbia és Horvátország is hasonló intézkedéseket vezetett be, így gyakorlatilag a nyugat-balkáni migrációs útvonal megszűnt. Az uniós határrendészeti ügynökség azonban új útvonalak kialakulásától tart. There are a couple of possibilities, a couple of possible routes, some old migration routes that used to be already running in the past. We are keeping a close eye on those migration routes in order to prepare if such a diverting takes place. Those migration routes have, for example, already led to the fact that we have increased our operational activities in one particular area around Italy in order to be able to have a good overview and to have a good first-hand information on any possible moves if they might happen. Szlovénia eddig 662 illegális bevándorlót küldött vissza Horvátországba, Zágráb közülük 342-t toloncolt vissza Szerbiába. A horvát belügyminisztérium adatai szerint az elmúlt két napban egyetlen migráns sem érkezett az országba. A Brodi tranzitállomáson jelenleg 380 bevándorló tartózkodik. A szerb-macedón határ melletti Presevói befogadóközpontban jelenleg mintegy 600 olyan bevándorló van, akit múlt hétfőn Horvátország küldött vissza a Szerbiába. További több száz ember van az ország más befogadó állomásain, összesen mintegy 2000-en. A macedón-görög határon Idomeninél a becslések szerint mintegy 13 ezer migráns torlódott fel. Macedónia teljesen lezárta a határait. Görögország arra készül, hogy további migránsok érkeznek a táborba, ezért annak kapacitását 30 ezer főre növelte, és további bővítést terveznek a hatóságok. A helyzet ellenőrzésében kulcs szerepe van a konfliktus övezettel határos Törökországnak, ahol 2,7 millió szír menekült tartózkodik. Három út áll azok előtt, a migránsok előtt, akik Szerbiában rekedtek, írja a Danas napilap, kérhetnek menedéket az országban, az elbírálás azonban a tapasztalatok szerint egy évet is igénybe vehet. Megvárhatják, amíg Szerbia visszatoloncolja őket Macedóniába, habár a két állam közötti toloncegyezménye a gyakorlatban már egy éve nem működik. A harmadik lehetőség, hogy Szerbia Belgrádból repülővel visszaszállítja őket hazájukba, azaz Pakisztánba, Afganisztánba vagy Irakba. Ez utóbbi változatnál felmerül a kérdés, hogy ki állja a migránsok hazaszállításának költségeit. Jóváhagyta az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsa a migrációs válsággal küzdő tagállamok támogatására szolgáló pénzügyi alap felállításáról szóló bizottsági javaslatot.
Az Európai Bizottság múlt heti javaslata értelmében a következő 3 évben 700 millió euróval segítenék az érintett országokat, idén 300, a következő 2 évben 200-200 millió eurós támogatás lenne nyújtható. A pénzügyi alap a menekültek alapvető szükségleteit biztosítaná, mint az élelmezés, szállás, az egészségügyi ellátás vagy a tiszta ivóvíz. A támogatásokat azonban más, komoly humanitárius következményekkel járó válság vagy katasztrófa esetében is lehívhatják. Az idei évi támogatási összeg jelentős része várhatóan Görögországnak jut, amennyiben az Európai Parlament is elfogadja a bizottsági javaslatot. Az obnaticai Méntelephez tartozó földterületen üvegházak építését tervezik. Közel 30 éve nem művelték a több hektáros, jó minőségű területet, ezen most változtatni szeretnének, mondta Suvaidi Al-Said, az Obnatica cég ügyvezető igazgatója a Kopaoniki Gazdasági Fórumon. A Méntelep arab vezetése öntöző rendszerekbe is befektetne, Suvaidi kiemelte, a Méntelep hagyományát is folytatják, lovas futamokat szerveznek, és ezzel vonzzák a turistákat a Topolya melletti Zobnaticára. A mezőgazdasági terményeknél megjelentek a gombás megbetegedések, az olajrepcénél a fómás levélfoltosság, az árpánál pedig a hálózatos levélfoltosság, valamint a lisztharmat. A szakemberek szerint elkerülhetetlen a permetezés. Az enyhe csapadékos időjárás kedvezett a gombás betegségeknek. Ha a mezőgazdászok nem végzik el a permetezést, ez a termény kieséséhez, illetve a hozam csökkenéséhez vezethet. Dúlics Zsolt 3 holdon olajrepcét, 4 holdon pedig őszi takarmányborsút termel. Az ő földjén is megjelent a fómás levélfoltosság. Kezd megjelenni gombás betegség, és ez miatt valószínűleg majd vegyszeresen kezelni kell. Úgy a repcét is, mint amely parcellában állunk, mind itt mellett egy kicsikét az őszi takarmányborsónál is, ahogy látni lehet. Az entei mezőgazdasági szakszolgálat szakembere is észlelték a problémát a kalászosoknál és a repcénél is. Ami aktuális az Árpában a hálózatos levélfoltosság elleni védekezés, és a búzánál is szintén terjednek a különböző betegségek, így a szeptoriás levélfoltosság megjelent itt ott a rozsda, lisztharmat attól függ, hogy milyen fázisban vannak a gabonák, de a búzánál még korai a vegyszeres permetezés, most egyenlőre az árpa az, amelyik aktuális. A hozam csökkenése és a minőségvesztés elkerülése érdekében permetezés szükséges. Amennyiben a termény 10%-ánál tapasztalható betegség, és már megindult a szárban szökkenés is, érdemes elkezdeni a permetezést. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Ezentúl fogbeültetést és fogpótlást is végeznek a Szabadkai Fogászati Poliklinikán. Születésnapját ünnepli a Pannon Rádió. Előtte azonban a szerkesztőségből kapcsoljuk Fehér Mártát. Szervusz Márta, milyen témákkal foglalkoztok ma a közügyekben? Szervusz Viktor, köszöntöm a híradó nézőit is. Hevesi Tibor, magyar ittabélyi operaénekes, aki jelenleg mezőgazdasági gépek szereléséből tartja fenn magát, mert hogy nem tud elhelyezkedni, az ő történetét is láthatják majd a közügyekben, és természetesen azt is meghallgathatják, hogyan énekel. De lesznek más témák is, foglalkozunk az iratkozással, mindent megtudhatnak azzal kapcsolatban, hogy például mit kell tudnia egy gyereknek ahhoz, hogy elsőbe iratkozhasson. Aztán a Budapest Klezmer Band koncertezett Szabadkán tegnap. Hogyan javultak a zsidó és a magyar kapcsolatok? Erre a kérdésre keressük a választ, és 2 tartományi mezőgazdasági hitel lehetőséget ismertetünk. 18 óra 5 perctől közügyek. Köszönjük, Márta! A világhírű Budapest Klezmer Band szórakoztatta a közönséget szerda este a Szabadkai Zsinagóga épületében. Az együttes zsidó népzenei feldolgozásokat adott elő. Ezzel lezárult Magyarország Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség soros elnöksége. A szomorú hangvételű zsidó imája, a híres hegedűs a háztető musical részlete, és más ritmusos dallamok is felcsendültek a Budapest Klezmer Band előadásában szerda este Szabadkán. A zsinagóga kiváló akusztikája fokozta az élményt.
Az együttes zsidó népzenén alapuló muzsikája a helyi lakosokat, a szabadkai zsidó hitközség tagjait, a diplomatákat és a politikusokat is lenyűgözte. Ez egy hihetetlenül fergeteges zene, magával ragadja a hallgatót, nagyon-nagyon élő. Adott pillanatokban úgy tűnik, hogy teljesen ismert ritmusokkal van teli, utána pedig az embernek az érzés, hogy valami távoli világnak a részét hozza ide. Egy kiváló élmény volt. A Budapest Klezmer Band 26 éve alakult, azóta számos alkalommal felléptek musicalekben, valamint európai és amerikai turnékon is részt vesznek. Fülbemászó dalamaik olyan területekről származnak, ahol a zsidó zenei kultúra egykor virágzó volt. Gyakorlatilag egy nagyon erős műsorral készültünk, hiszen a klezmer zene az a zsidó kulturális életnek az egyik legnagyobb kincse, és próbálják ezt a kincset a legmagasabb szinten képviselni. Magyarország volt a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség soros elnöke. Az egész éves programsorozatnak az volt a célja, hogy a vajdasági lakosok is megismerkedjenek a zsidó kultúrával. Megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy egy kicsit átkötést mutassunk a zsidóság múltja, jelene és egy picit a jövőbe mutatólag, hiszen a négy programból kettő inkább tudományos és konferencia jellegű, amelyek magával a holokauszttal, az eseményekkel, annak tanításával foglalkoztak, de ugyanakkor szerettünk volna egy kicsit, ahogy említettem, a jövőbe is nézni, valamilyen perspektívát mutatni, és erre talán az egyik legjobb eszköz egy kicsit vidámabb zene. A szerda esti koncertet Magyarország szabadkai főkonzulátusa és a szabadkai zsidó hitközség közösen szervezte meg. Az eseményen elhangzott, a helyi zsinagóga felújítása hamarosan folytatódik az anyország támogatásából. A magyar főkonzulátus egyen Szabadkán nekünk 5 közös megmozdulás, értekezlet, koncert volt, és azt hiszem, hogy a mappára főkerült Szabadka is. Nagyon elégedettek vagyunk ebben kapcsolatban. A Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség következő soros elnöke Románia lesz. Születésnapját ünnepli a Pannon Rádió. A 24 órás magyar nyelvű műsorral rendelkező közéleti, informatív és szórakoztató adó 2007. decemberében kapta meg a sugárzási engedélyt, majd 2008. március 10-én kezdte meg a sugárzást. A 91,5-ön minden reggel a Pannon Fünf csapata indítja a napot a reggeliben, majd a napközi műsorvezetői veszik át a mikrofont. Ez pedig a hangár követi. A keményebb műfajok kedvelőinek a Rock Café és a Rock Idill szól, vasárnap esténként pedig a Kívánság műsor várja a hallgatókat. A Pannon Rádió reggel 7 órától este 8-ig minden órában hírműsort sugároz. A hírekben és a híradókban a régió és a világ legfrissebb történéseiről készülnek összefoglalók, riportok a hallgatók számára. A Pannon Rádió két meglepetéssel készül a születésnapra. Egyrészt jövő pénteken, tehát 18-án visszatér egy régi, igen közkedvelt műsorunk, a Csendháborítás. Ezt Bödő Róbert szerkeszti, és vajdasági magyar DJ-knek ad bemutatkozási lehetőséget. Másrészt ajándékokkal is készülünk. Én a Pannon Rádiót hallgatom feliratú pólókat és bögréket készítettünk. Ezeket a jövő hét folyamán lehet majd megszerezni, ezért érdemes minket hallgatni. A szokatlanul enyhe idő hatására egyes kora tavaszi allergén növények virágpora már megjelent a levegőben, az allergiások tünetei is jelentkezhetnek. A lakosok 30-40%-a küzd ezzel a betegséggel. Tüsszögés, orrfolyás, könnyedző, kipirosodott szemek. Sokak életét megkeseríti az allergia. Az enyhe időjárás következtében idén hamarabb indul az allergia szezon. Nekem legjobban a szemem menjen az ki. Pirosak mindig a szemeim, és semmilyen csöppeket is kaptam, minden semmit, azt mondják, allergia. A magyarópollen már január közepén megjelent, az égerpollen koncentrációja is folyamatosan növekszik. Március folyamán várhatóan már a nyírfa, fűzfa és a kőrisfa is allergiás tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél. A tüneteket csillapítani lehet az immunrendszer erősítésével, de magát az allergiát véglegesen megszüntetni szinte lehetetlen. To jednostavno ako baš znaju da imaju alergije na to, onda da ne izađu kad duva vetar, kad je suvo vreme, da izbjegavaju mjesta gdje se cvetaju,
poleni jeste ima mnogo, ali jednostavno može i da stavi masku ako baš mora da bude u taj sredina. Ima lekovi naravno koje se daju i prije sezona, odmah, može da se daje kao prevencija, a ako dođe do alergije, onda može da se daje lekovi kao lečenje. Az alergéneket nem könnyű eltávolítani a környezetből, de néhány módszerrel csökkenteni lehet az allergiás beteget érő pollen mennyiséget. Az adott növény virágzási időszak alatt tanácsos zárva tartani az ablakokat és sűrűbben hajat mosni. Érdemes kipróbálni a sóoldatos orröblítést is, ez nagy mértékben képes csillapítani a tüsszögést és az orrfolyást. Új szolgáltatásokkal bővült a Szabadkai Egészségház fogászati rendelője, ezentúl fogbeültetés és fogpótlás is várja a pácienseket. Kibővített szolgáltatásokkal várják Szabadkán az Egészségház fogászati rendelőjében a betegeket. A páciensek a Szabadkai Egészségház fogorvosi rendelőjében jelentkezhetnek kivizsgálásra a fogpótlási, illetve szájsebészeti osztályon. Tudják szácsakati tímovi, koji se sastoje od oralnog hirurga i specijaliste stomatološke protetike, gde će pregledati pacijente, porazgovarati s njima, izanalizirati rentgenske snimke i diagnostičke modele i timski doneti odluku i plan terapije. I što je možda interesantno u ovom momentu da kažem, da je to sve besplatno, tako da su vrata stomatološke službe otvorene. A különböző új implantátumokkal új lehetőségek adottak orvosok és páciensek számára egyaránt. Implantológia uvela jednu revolúciu u modernoj stomatológii i nekada je to bila ekskluzivna stvar. Međutim, to je danas rutinska metoda i treba da bude dostupna svima. Upravo zbog toga smo i želeli da uvedemo u dom zdravlja uslugu ugradnje implantata, jer ugradnjom implantata se na najbolji mogući način nadoknađuje izgubljeni zub. Dr. Marika Boros, szájsebész szakorvos elmondta, Szabadkán és környékén sokaknak hiányzik egy-két vagy több foga. Ezért várhatóan nagy lesz az érdeklődés az új szolgáltatások iránt. A közösségben eltöltött idő fontos része az idős személyek mindennapjainak. Zentán több olyan hely is van, ahol a nyugdíjasok együtt tölthetik a szabadidejüket. Emellett a helyi önkormányzat és a civil szektor is igyekszik hozzájárulni a mindennapjaik tartalmasabb átételéhez. Izgalmas sakkparti zajlik az Zentai Nyugdíjasok Egyesülete székházában, ahol az idős személyek nap mint nap élhetnek szenvedélyüknek. Minden nap lehet jönni sakkozni, kártyázni, meg aki akar, mit tudom én, dominózni is, ha óhajtsa, nyugodtan eljöhet. Az Zentai Nyugdíjasok Egyesületének jelenleg 2550 regisztrált tagja van. A több mint 70 éves múltra visszatekintő egyesület ma is sokféle kedvezmény biztosít a tagjai számára. Našim penzionerima dodeljemo beskamatne pomoći od 10 do 15 hiljada na 6 mjeseci, u ratama se to otplaćuje i dali smo 50 članova udruženja penzionera koji su socijalno najugroženiji, dobili su po 3000 dinara jednokratne pomoći. Mislim da smo jedno od malog broja udruženja koje ima urađenu socijalnu kartu. A szociális kártyát azok igényelhetik, akiknek a havi járandósága nem haladja meg a 20 ezer dinárt. Az egyesületnek jelenleg több mint 780 ilyen tagja van. A nyugdíjas egyesület rendszeresen szervez különféle egészségügyi vizsgálatokat és szórakoztató rendezvényeket, valamint saját kiadványa is van, amely három havonta jelenik meg. Ez pedig már a Zentai Szociális Védelmi Központ épülete, ahol a Caritas jóvoltából 2004 óta működik az idősek napközije. Az idősek ide azért járnak, hogy ne otthon a négy fal között kelljen tölteni a napjaikat, hanem hát itt kikapcsolódnak, barátokat találnak, szebbé tesszük a napjaikat. Az idős személyek számára az ebédet a Caritas Zentai szervezete által működtetett népkonyha biztosítja. Az idősek napköziét Zenta község önkormányzata is támogatja, amelynek illetékesei a civil szektorral való együttműködés fontosságára hívják fel a figyelmet. Mindenki ki kell emelni a civil szektor aktív szerepét, ilyen például a házi segítségnyújtás, valamint házi ápolás, mely a Szabadkai Caritas Zentai részlegén keresztül valósul meg, valamint a Vöröskörözt is házi segítségnyújtást működtet. Mindemellett a falugondnoki szolgálat is fontos segítséget jelent az idős személyek számára, akiknek kormányrendelet szavatolja az áram- és gázszolgáltatást.
szolgáltatásra vonatkozó kedvezményeket, valamint országos szinten szabályozott az ingyenes fogászati ellátásuk is. Az entai nyugdíjasok közül sokan fájlalják, hogy az éveleje óta fogorvos hiányában nem tudják igénybe venni az ingyenes fogászati ellátást. Értesüléseink szerint azonban belátható időn belül ez a probléma is megoldódik. Vendéggyőzelmek születtek a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. A portugál Benfica a Zenit ellen idegenben nyert 2-1-re, így összesítésben kettős győzelemmel búcsúztatta a csoportkörben kiválóan szereplő orosz együttest. A nap másik mérkőzésén az angol Chelsea sem tudta kihasználni a hazai pályelőnyét, és a párizsi 2-1-es vereség után Londonban is ugyanennyire kapta ki a Paris Saint-Germaintől. A Bajnokok Ligája legjobb 8 csapata között még 4 hely kiadó, amelyekért a jövő héten az Atletico Madrid a PSV Eindhovennel, a Manchester City a Dinamo Kievvel, a Barcelona az Arsenallal, a Bayern München pedig a Juventusszal csap össze. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Az áradások miatt az egész ország területére kihirdetheti a rendkívüli helyzetet a szerbiai kormány. Az idén a tavalyinál is kevesebb magyar elsősre lehet számítani Vajdaságban. Lezárult Magyarország Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség soros elnöksége. A koratavaszi allergén növények virágpora már megjelent a levegőben. Köszönjük figyelmüket, híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Tartsanak velünk továbbra is, most jön a közügyek, benne beiratkozás, mezőgazdasági támogatások, a Budapest Klezmer Band fellépése a zsinagógában, és bemutatunk egy munkanélküli operaénekest. A közelképben a 9. trón futam Paricson, 7:30-kor a Szubjektívben interjút láthatnak Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyés püspökkel. Én 20 órakor friss hírekkel várom Önöket a viszontlátásra.